Alkalmas és jól jelöltet támogatnak a Pécsi 15-ös választókerületben, mondja a Városi Fidesz szervezet nevében Csizmadia Péter. Az önkormányzati képviselő szerint Kővári János képes a kertvárosi körzet problémáinak megoldására. Mi Jánost nagyon jó szívvel tudjuk ajánlani a kertvárosiaknak, hiszen a választásnak a valódi tétje nem más, nem változott június 9-e óta. Tehát vagy a baloldali jelölt nyer, akit nem is ismernek ebben a körzetben, gyakorlatilag 5 év alatt elégtelen teljesítményt nyújtott, vagy pedig lehetőséget adnak egy olyan képviselőnek, a mi jelöltünknek, aki mind szakmailag, mind emberileg alkalmas arra, hogy jó gazdája, jó vezetője legyen ennek a kerületnek, és hogy ami ennél is fontosabb, egy közösségszervező partnere legyen az itt lakóknak. Egy olyan személy, akire mindig számíthatnak. Ráadásul az időközi választás tétje óriási az egész város szempontjából, mondja a politikus. Még pedig az, ami szintén nem változott június 9-e óta, ez pedig nem más, mint hogy egy szűk baloldali érdekkör tud politikát csinálni Pécsen, és ők vihetik tovább a városrész, illetve a városügyeit, vagy pedig egy a pécsiek érdekét szolgáló, az átlátható gazdálkodást és egy becsületes, a pécsiek érdekében politizáló városvezetés tud elindulni a következő időszakban, és tud többséget alkotni a pécsi városházi közgyűlésben. Mi ez utóbbira kérjük, hogy szavazzanak a pécsiek, szavazzanak az itt lakók. Csizmadia Péter szerint kertvárosban az elmúlt időszakban alapvetően sokasodtak a problémák, amelyek abból adódtak, hogy a baloldali városvezetés nem fordított kellő figyelmet erre a városrészre. A képviselő abban bízik, hogy októbertől a Patyomkin beruházások helyett nekiállhatnak végre egy nyugodt városépítő munkának. A választás tétje, hogy ne 30 milliós zebrákat építsünk, hanem közösséget és várost építsünk, és egy jó kertvárost építsünk. Zárjuk le ezt a kudarcos, zavaros időszakot, amelyben a kertvárosiak nem számíthattak a képviselőikre, és nyissunk egy új fejezetet, egy tiszta lapot, amelyben mi azt vállaljuk, hogy odafigyelünk minden itt élő, minden problémájára, és egész Pécset egy fejlődő és biztonságos pályára fogjuk állítani. A KDNP Fidesz ÖPE közös jelöltje, Kővári János már összegyűjtötte a választókerületben az induláshoz szükséges ajánlásokat. Az időközi választást szeptember 22-én tartják a Pécsi 15-ös számú választókerületben.